A magyar kanizsai 13 éves Lengyel Kevin 8 éve foglalkozik a birkózással. Ez idő alatt több mint 90 érmet szerzett. Legközelebbi célom, amire tavaly is kijutottam, az a Balkán meg az EB-n érvényesülni. Az EB-n 10. az első 10-be benne lenni, a Balkánon éremmel hazajönni. Pék Zalán az Entai Birkózó Klub tagja. Pályafutása során több nemzetközi versenyen kiemelkedő eredménnyel versenyzett. 2019-ben a válogatott tagja lehettem, és az EB-n szerepelhettem, és 2 hónapra rá a Balkán bajnokságon 3. helyezést értem el, és ez egy nagyon nagy eredmény számomra, és az év végén Zentán az U13-as korosztályban én lettem a legjobb birkózó. Kiemelkedő asztali teniszező a temerini Orosz András. 2019-ben kiérdemelte a Temerin község legjobb sportolójának járó díjat. Az asztali teniszen már 10 éve foglalkozok, 5 évesen kezdtem, de már előtte is itt voltam a teremben, hiszen ez családi hagyomány. Még akkor is itt voltam, amikor még nem is kezdtem el edzeni, tehát itt voltam, néztem, tanultam a többiektől. Kővágó Levente több éve kajakozik. Igen komoly tervei vannak a sportággal kapcsolatban. Legfőbb célja, hogy kijusson a világbajnokságra, majd az olimpiára. A kajak az azért nehéz, mivel hogy az egyensúlyt meg kell tartani a 10 pár centiméter széles hajóban. A csoporthajóban meg kell tudni egy összhangban dolgozni. A versenyek sokkal nehezebbek, mert vannak selejtezők, és utána még a döntőt is végig kell evezni. Hosszabb távokon szoktunk evezni legtöbbször, és azokat végig kell bírni. Vajdaságból összesen 40 pályázó jelentkezett a felhívásra. Közülük választották ki a 4 fiatalt, akik kiérdemelték a jó tanuló, jó sportoló díjat. Összesen 247 külhoni magyar fiatal nyújtotta be a jelentkezését. Erdélyből 159-en, a Vajdaságból 40-en, Felvidékről 36-an, Kárpátaljáról 8-an, Horvátországból is, Moravidékről pedig 2-2 pályázat, illetve jelölés érkezett. A pályázók között a legnépszerűbb sportág a labdarúgás volt, de sokan jelentkeztek a sí, a tenisz, az atlétika, a jégkorong, az úszás és a karate területén elért kiváló eredményeikkel is. A sok jelölés miatt döntöttünk úgy, hogy egy régióból több nyertest is hirdetünk meg, akik mind 100-100 000 forint értékű nyereményben részesülnek. 2021 a nemzeti újrakezdés éve. Ennek keretében a Nemzetpolitikai Államtitkárság több mint 170 millió forinttal támogatja a külhoni magyar általános és középiskolásokat. Ezen kívül 1500 kárpát-medencei iskola 100 000 forint értékű sportszercsomagot is kap.